Szabad gondolatok címmel nyílt meg a Székesfehérvári Művészek Társasága hagyományos tavaszi tematikus tárlata, amelyet Szentes Ottokár ajánlott a képzőművészet barátainak figyelmébe. Lerner Zsolt alpolgármester számára kiemelten fontos, hogy a kultúra városában, a képzőművészet városában az alkotók a kortárs művészeti fesztiválhoz közeledve egy művészi jövőképet tárjanak a közönség elé. Rendkívül gazdag és sokszínű tárlatot mutatnak be most 2024 tavaszán. Másrészt meg azt gondolom, hogy örömre adhat az is okot, hogy a Bartók Béla térre kiköltözik a Kortárs Művészeti Fesztiválra a Székesfehérvári Művészek Társasága, ezen kívül pedig kedden lesz a úgynevezett hivatalos megnyitója a Felsővárosi Alkotóháznak, ami egy közösségi alkotótér, egy közösségi műterem. A tárlat megnyitóján Gertner Petra művészettörténész megerősítésként értékelte, hogy a társaság tagjai folyamatosan megvalósítják művészi elképzeléseiket. Évente kétszer, legalább kétszer csoportosan bemutatkoznak. Ugye 92 óta léteznek ők itt a városunkban, és most itt a Kortárs Fesztivál elején több mint 20 alkotó mutatkozik be munkáival, több mint 50 alkotást lehet látni. Az számomra öröm, hogy nem is egy helyen, hanem két helyen. A galériától függetlenül is mutatunk be alkotásokat. A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak műveivel legközelebb a rövidesen kezdődő Kortárs Művészeti Fesztiválon találkozhatnak a székesfehérváriak és a város vendégei.